Sziasztok! Sziasztok, én a Piktó vagyok. Én pedig a Polly. És a mai témánk egy igazi tabu téma, amiről senki sem mer beszélni. Véres történetek! De nem értjük, hogy miért, hiszen a vérrel valahogy már senkinek nincsen baja, azt elfogadtátok teljes mértékben, viszont mi a helyzet a menstruációval? Menstruáció! Menstruálok. Vérzek. Megvan a havim. Piros betűs ünnepek. Eperbe ültem. Megjött a Mikulás. Szökik a málna. Mensi kézek. Megvan. Női gondok. Tudod, azokon a napokon. Tudod. Tudod. Tudod, amit nem nevezünk nevén. Tudjuk ki. Vérnapok. Olyan történeteket fogunk megosztani veletek magunkról, amelyeket megtapasztaltunk, és szívesen elmeséljük nektek, hogy hogyan is történt ez a mi életünkben, és érdekes, vicces, kínos dolgok, amik velünk történtek. Kezdetnek is szívesen elmesélem, hogy én egy nagyon korán érő kislány voltam, ami azt jelenti, hogy nekem nagyon korán megjött a menstruációm. Én azt hiszem, hogy már éppen, hogy betöltöttem a 10. életévemet, amikor már elkezdtem vérezni. És ez nagyon félelmetes élmény volt nekem akkoriban. Ugye sokkal előbb kezdtem el formásodni, mint a többi kislány, és emiatt nagyon szégyeltem magam az összes görbületet a testemen, és minden jelet, ami... De amúgy miért? Vagyis én is azt látom, hogy azok az ismerőseim, akik sokkal nőiesebbek lettek fiatalabban, és mondjuk én még úgy néztem ki, mint egy kisfiú, hozzám képest a egy-két osztálytársamnak már szép nagy cicije volt, és már úgy néztek ki, mint a nők, és nyilván ők is kezdtek el hamarabb menstruálni, mint mi, akik később értünk, viszont nem értettem sosem, hogy ők ezt miért szégyenlik. Szerintem azért, mert nagyon sokáig egy olyan közösség tagja vagy gyerekként, ahol tényleg nincsenek úgy nagyon nemek. Nyilván vannak kisfiúk meg kislányok, de hogy így egyneműek vagytok mégis, mindenki gyerek. És akkor egyszer csak egyik pillanatról a másikra a tested elkezd változni. De féltél, hogy kicsúfolnak, vagy csak, hogy más hát van? Hát ki is csúfoltak, persze. Jaj, ma mekkora csöcsöd van. Komolyan? Hát persze. Hát én szerintem, nekem az osztálytársaimat nem csúfolták egyébként, hanem a fiúknak nyilván, hiszen kis gyerekkorukban is azért vannak hormonjaik. Azok a lányok keltették fel a figyelmüket, és mindig az a nagy kellő. Na de ez az, ami nem árt, tehát hirtelen egy olyan módon kerülök a figyelem középpontjába, ami borzasztóan zavarba ejtő. Uh-huh. Gyerekből akkor kezdesz el felnőtté válni, és hogyha tudom, hogy ez mindig probléma, tudom, hogy akkor is probléma, hogyha valaki túl korán kezd el átesni ezen, és ugyanúgy komplexusokat okoz az, hogyha valaki például túl későn. Igen. Emiatt semmiképp ne aggódjatok, én 13 voltam, amikor megjött nekem, és emlékszem, hogy annyira ráparáztam arra, hogy mi van, ha ebből pletyka lesz a családban, mert a családon belül, mert hát a barátnőim között azért már sokan menstruáltak, de hogy valahogy nem akartam azt, tudod, hogy anya meg apa, vagy a tesóim arról beszélnek, hogy úristen, mensizik. Úgyhogy mindenkinek elküldtem egy SMS-t. Megelőzvén a pletykákat. Küldtem egy körüzenetet a családomnak. Én csak simán úgy tettem, minthogyha nem jött volna meg. Nem mondtad el? Nem. Anyának se? Nem, meg egyébként úgy nem ismertem fel, nem voltam benne biztos, hogy ez, ami történik, na, ez és az. És ugye erről keveset beszélnek a lányoknak, mindenki azt hiszi, hogy egyből majd egy csomó vér fog zuhogni, de nem. És emiatt nagyon sokáig nem is tudtam, hogy ez az, vagy nem az, és aztán... De volt valami előjele amúgy? A hátam fájt, és
anya azt hitte, hogy, hogy biztos veseköben van, vagy ilyesmi. Hát kislányként szerintem az emberben van egy ilyen, hogy fél oda menni a boltba, hogy persze. Fú, akkor, hogyha most én veszek betétet, akkor mindenkinek egyértelmű lesz, hogy már menstruálok, és hogy ez szégyelni való. Igen, vagy hogy, ez titkos. És hogy biztos mindenki azt fogja nézni, hogy milyen, hogy mennyibe kerül, mekkora méretű, igen. Mennyire menstruálok, hogy most azért veszek két dobozzal, mert nekem két doboznyi kell egyszerre. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Én ezt az elején egyébként úgy játszottam ki, hogy mivel nekem két fiú tesóm is van, ezért vagy őket, vagy az édesapámat küldtem el a boltba, hogy vegyenek nekem ilyen női kellékeket. Mert azt gondoltam, hogy nektek ez miért lenne kínos? Hát mindenki tudja, hogy nem neked kell. És ugye ezt így kiküszöbölöm. De egy idő után mondták, hogy nem fogok többet tampont venni. De egyébként azt tudom, hogy, hogy a srácok emiatt így mindig kínosan érzik magukat, hogy nekik venni kell. Hát képzeljétek el, hogy nekünk lányoknak ez milyen lehetett az elején, bizony. Hogy ez ilyen nagyon zavarba ejtő. Főleg, hogy ugye a média, meg az újságok, meg mindenki arról beszél, hogy, hogy hogyan kell viselkedned úgy a menstruációs idő alatt, minthogyha semmi sem történne. Az, hogy a médiában sem vállalják fel magát a menstruációt, és hogy, hogy tényleg, hogyha megnéztek bármilyen ilyen témával kapcsolatos reklámot, akkor például van ugye, hogy a betétekre öntik a kis folyadékot, és az soha nem piros, hanem kék, és de hogy miért? Szóval basszus, ettől vagyunk nők, ettől vagyunk képesek anyává válni, és ha nem tudnátok, akkor minden egyes alkalommal, amikor menstruáltok, akkor azt a méheteknek azon belső részét veszítitek el, amely ahhoz kellett volna, hogy oda beágyazódjon egy kisbaba. És mivel nem ágyazódott be kisbaba, ezért kimegy, hogyha esetleg jövő hónapban mégis jön a kisbaba, akkor friss, pihi-puhi ágya lehessen, ne pedig egy régi. Szóval, srácok, ti is menstruációból vagytok. És hogyha nem tetszik valakinek az, hogy ilyenkor mi lányok igenis ingerültebbek vagyunk, meg éhesebbek talán, meg fájdalmaink vannak, tehát egy millió oka van annak, hogy egy nő miért érezheti magát kínosan azokon a napokon. Mi van? Már megint csokit kérsz? Ezzel azt akarod mondani, hogy kövér vagyunk. Akkor képzeljétek csak el, fiúk, hogy milyen lenne, hogyha havonta egy pár napig nektek is vérezne a péniszetek. Igen. Hogy mindig mondják, hogy miért most miért vagy ilyen hiszt és menstruálsz? És az a válaszom, ja, hogy próbáljátok ki egyszer az életetekben azt, hogy 5 napig vérezzen a péniszed, és megnézném, hogy milyen hisztit vágnál le, hogyan éreznéd magad, mivel próbálnád meg egyensúlyozni azt a lelki állapotot, amiben emiatt kerülsz, úgyhogy legyetek kicsit megértőbbek, lányok, ti pedig ne boruljatok ki miatta, mert ez egy teljesen tökéletes és gyönyörű folyamat. Valakinek megjön egy olyan szituációban, amikor erre nem volt felkészülve, és mondjuk nincsen nála semmi olyan kellék, amely ezt segíteni, akkor teljesen vadidegen nők is azonnal segítenek, hogy az ellenséget tényleg az a barát, vagy az a osztálytársad, akit a legjobban utálsz, hogyha odamész és megmondod, hogy nincs neked esetleg, hogy annyira önzetlenül és mindenki segít, hogy ez szerintem egy tök jó dolog, ezt én teljes mértékben megtapasztaltam a gimnáziumban is, mikor még voltak ezek a ilyen csajcsapatok, hogy most én vele vagyok, én meg vele vagyok. Pikta! Mi van? Nincs egy betéted véletlenül. De van. Srácok, legyetek megértőek, mert ezeken a napokon nem csak, hogy vér folyik belőlünk, de még mindenünk fáj közben, és elsírjuk magunkat egy kis cicától.
kevesen tudják, hogy a menstruációs vér nem olyan, mint a rendes vér, hanem ugye nyilván, mivel a kisbabának a létrejövetelét segítő folyamatnak a végeredménye, ezért tele van mindenféle nagyon erős ilyen életadó hormonokkal, és régebben, meg most is vannak olyan kultúrák, ahol a menstruációs vért a növényekbe, meg így eltemetik a földbe, mert azt is úgy gondolják, hogy ez élteti a földet, és szerintem ez egy nagyon szép szokás, persze még nem próbáltam, de... Ami késik, nem múlik. Szerintem, amíg nagyon durva, amúgy ezen kívül az az, hogy vannak, akik festményt készítenek a menstruációjukkal, és ezen festményeket ki is rakják a lakásukba. Szerintem ez, mikor én ezt először hallottam, akkor így döbbenten álltam, hogy tessék! Viszont igen, ez így van, és Piktó ki is próbálja. Tele van ősanya energiával. Igen. Ha van kedvetek, próbáljátok ki, és küldjétek. Csináljunk el egy vérfestő szakkört. Én benne vagyok. Tudom. Ha csináltatok már ilyet, mindenképp írjátok meg. Küldjétek el a képet. Nagyon érdekel, de tényleg érdekel. Engem is érdekel, hát én még nem is láttam ilyet. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel. Vérrel. Iratkozzatok fel vérrel. Lájkoljátok, és találkozunk következő alkalommal. Sziasztok! Sziasztok!